Ha 2,5 milliót eléri az oltottak száma, akkor egy héten belül kinyitnak az iskolák, ez vonatkozik a középiskolákra is, ez a döntés vonatkozik az óvodákra is. Legkorábban április 12-én vagy 19-én tudja a kormány a nyitást megkezdeni, jelentette be a múlt heti kormányinfón a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az időpont azóta tisztázódott, 19-én nyithatnak ki újra a nevelési oktatási intézmények. Gulyás Gergely csütörtökön arról is beszélt, hogy milyen enyhítések jöhetnek az üzletekben a következő hetekben. A kereskedelmi és iparkamara tett javaslatokat a boltokkal kapcsolatos szabályozásra. Ők módosításra tesznek javaslatot, olyan szabályok elfogadását javasolják, amelyek minden üzletre és minden szolgáltatásra azonos elvek mentén vonatkoznak. Ez azt jelenteni, hogy minden üzlethelyiségben, szolgáltatási térben 10 négyzetméterenként egy vásárló vagy vendég tartózkodhat. A 2,5 millió beoltott elérésével a kijárási tilalom kezdete este 10-re módosul. Az üzletek pedig hajnali 5 órától este 9:30-ig lehetnek nyitva. A szolgáltatások is ekkor indulhatnak újra, a március 8-a előtti állapotok szerint. Az enyhítéseket kezdeményező iparkamara célja az üzletek megnyitásának segítése volt, persze a szabályok betartásával. Ezért volt a konkrét javaslatunk az, hogy egyrészt meg kell nyújtani nyitvatartási időt. Ha megnyitási idő, akkor jobban osztik a vásárlók, másrésztől pedig a távolságtartás. Én azt szeretném mindenkitől kérni, és mindenkit mondani, hogy nagyon-nagyon fontos itt az állampolgári fegyelem, ami alapvetően azt jelenti, hogy tartjuk a távolságot, használjuk a maszkot. A megyei kamarai elnök hozzátette, a vállalkozások működésének biztosítása alapvető feladatuk, de ennél is fontosabb az egészség és a biztonság. A létszámkorlát kapcsán kérdésünkre kifejtette, ennek betartása a kisebb boltokban lesz nehezebben kivitelezhető. Nagyobb bevásárlóközpontoknál, nagyobb boltoknál, ahol van, látjuk, hogy aki ügyel itt a bemenetelnél, az a személy, az egyben azt is tudja irányítani, hogy mikor kimenjen be a boltba. Egy kicsit nehezebb a kisebb boltoknál, hiszen erre külön szemét nem tudunk alkalmazni, tehát mindenképpen tehát a pénztárosnak, illetve közel van a bejárat, annak kell ezt jelezni, mikor kijöhet be. A közlöny arra is kitért, az üzletek kötelesek lesznek majd a bejárat előtt, a nyitvatartási idő mellett mindenki számára jól láthatóan kifüggeszteni, hogy egyszerre összesen hány vásárló tartózkodhat a vásárlótérben. Emellett arról is gondoskodniuk kell, hogy a várakozók a közös háztartásban élő kivételével folyamatosan tartsák egymástól a 1,5 méteres távolságot.